Egy olvasónk jelezte nekünk, hogy elviselhetetlen körülmények uralkodnak a Blahalúza téri aluljáróban. Átható vizeletszag terjeng, és akkora a mocsok, hogy az már közegészségügyi problémákat is felvet. Erről és a téren jelenleg is folyamatban lévő felújításról kérdeztük az utcaemberét. A téren lévő felújításokról mikorra készülnek már végre? Hát nem tudom, hogyha a 4-es metróból indulunk ki, akkor ez még 10 év biztos lesz. Okay. De azt nem tudom, hogy a 3-es metró mikor készül el, úgyhogy hát ezzel is őt mindennel problémák van. És mi a véleményed a lenti szagról, amit lent uralkodik? Hozzá ezt lehet szokni annak, aki minden nap itt jár. Rengeteg csövel szét van húgyozva a ruhájuk. Oda jönnek, amikor veszem a jegyet, kifigyelik, esetleg kérnek pénzt, lehúznak, borzalmas, és nem gondolom azt, hogy itt ez fel van újítva, és az aluljáróval meg nem, nincs kezdve semmi, szóval... Fel van ez újítva? Hát én úgy látom, hogy nincsen, mert ugye tudom. Az van, bocsánat, csak gyorsan megmutatok neked egy képet, mert direkt kinyomtattam, hogy ez kéne, hogy itt álljon. ez kéne, hogy itt álljon. Hát Magyarország. És mit gondolsz? Mi miatt lehet ez, hogy ez most már hónapok óta ennyire elhúzódik? Hát gondolom más, hova megy a pénz. Borzalmas. Én budapesti vagyok, és imádom Budapestet, Budát és Pestet is. Sajnálom, hogy most így néz ki, de azért reménykedek. Hát koszos lepusztult, de azért reménykedek, hogy ez változni fog. Itt ugye szemben elindult egy felújítás, meg nagyon régóta dolgoznak az utakon. Mi a vélemény erről? Mikor lesz kész? Hát jó lenne minél előbb, úgyhogy én pozitív vagyok, egyébként sajnos már elég régóta tart, úgyhogy ez a káosz, de reméljük, hogy minél előbb készen lesz.